Sziasztok! Elmondok egy gyors történetet, hogy milyen volt az első két napom a konténereken ebben a munkában. Ugye január 10-e van ma, és 8-án kezdtem, 8-án, 9-én, na szóval 8-án, közben pakolnak ki hátul, úgyhogy azt is figyelem. Szóval 8-án hajnalban kezdtem éjfélkor, úgyhogy 3-kor vettem fel az első konténert kikötőből, és abból a konténerből kettő helyre kellett vinnem cuccot, tehát ilyen multi-dropnak mondják, tehát két helyre kellett mennem. Első helyen mentem 6 órakor reggel, ráálltam a rámpára, ezt is csak kopognak az ajtón, mondják, hogy nem tudod érteni, hogy hány raklapot szedünk, mi lehet előled? Hát mondom, én nem tudom, le volt zárva a konténer, azt sem tudom, mi van benne, nem onnan tudnám. Úgyhogy... Szóval mondták, hogy jó van, kész van, akkor becsuktam a hátul az ajtót, megyek a második helyre, ami a legnagyobb repülőtér Angliában, a Heathrow repülőtérnek mondják, az ugye London, nehéz a telefonom, Londonnak a körgyűrűjén van Heathrow Airport tulajdonképpen. Aztán, hát ugye az ilyen nagyon szuper, szuper védett terület, tudjátok, ez a sugárdrót, meg minden, kellett kettő igazolványt mutatnom, hogy ki vagyok, be kellett bokkolni, úgyhogy valami két és fél óra után engedtek csak be, mert nem voltak rendben a bekönyvelési dolgok, tehát a menetirányítók nem csinálták meg rendesen. Úgyhogy mire bejutottam, már majd, hogy nem vége volt az időmnek, a vezetési időmnek. Aztán... hát ráállok a rámpára, nem csinálnak semmit. Bemegyek az irodába, kezdjétek el, az iroda egy ilyen kis drótkerítéses, valami, nem tudom miből összeeszkábált kalicka volt, tehát olyan volt, mint egy ilyen 2 méter x 1 méteres ketrec tulajdonképpen, és egy ilyen kis pici lyukon lehetett beszélni az irodistákkal. Ha bemegyek, kérdezem, hogy hát mi van, már nem pakoltok ki. Hát nem tudják kipakolni, mert hogy a rakománynak a hőmérséklete 12 és 18 fok között kellett volna lennie, és most 4 fokon van, mert hogy kint éppen elkezdett esni a hó, úgyhogy ilyen 2 fok volt kb. A konténer, ami rajtam volt, az ilyen szigetelt volt, tehát ilyen hőmérséklet kontrollált konténernek mondják angolul, nem tudom magyarul, hogy mondják. Csak ugye elektromos, és rá kell dugni, vannak egy ilyen nagy konnektor, és azt rá kell dugni elektromosságra, és úgy van tárolva a konténer és a hajón is, meg a kikötőbe is, hogy rá van dugva elektromosságra, és folyamatosan megy benne a hűtés vagy a fűtés. Na de amikor a sofőr elviszi, hogy kivigye fuvarba, ugye akkor az általában úgy van, hogy kiviszed, és akkor mindjárt le is rakod, nem úgy van, hogy órákig kell várni, és akkor a konténer megtartja a hőmérsékletet. Na de az enyém, ugye mivel egy kettő különböző lerakom volt, ezért gondolom, hogy az elsőnél elvesztette a hőmérsékletet, a meleget, és mivel egy kint hideg volt, ezért lehűlt a rakomány. Nem akarták átvenni. Azt mondták, hogy most még írtak a menedzsmentnek, és hogyha azok esetleg jóvá hagyják, akkor kipakolhatnak. Ha nem, akkor nem jó van, én nem tudok mit csinálni. Aztán... hát lejárt az időm, közben hiába vártam, úgyhogy bementem, kopogtam meg, én bezáródtam abba a ketrecben, mert ugye ők bentről tudják ezeket az ajtókat ilyen gomnyomással nyitni, meg csukni, és a ketrecben maradtam, mert az irodista elment, és nem tudta, hogy én még ott vagyok a ketrecben, és kérdeztek, hogy bent ragadtam legalább egy ilyen 20 percre, kicsit ilyen fóbiás volt az egész, és nem volt ott senki. Mikor hallottam a ketrec mögül, hogy mászkálott valaki, akkor elkezdtem kiabálni, hogy hey, tudtok már valamit a rakományra, mi a túró van, már nekem lejár az időm, el kell mennem. Azt mondták, nem mehetsz. Hát mondom, de el fogok menni, mert lejár az időm, és engem megbüntetnek, hogyha túlvezetek meg, hogyha túl megyek a legális időimen. Na, nagy nehezen elengedtek, de úgy, hogy piros volt még a lámpa a rámpán, mikor elhúztam a trailert onnan, úgyhogy megint becsuktam, elmentem, leparkolok. Nagy nehezen éppen 15-ből megúsztam. Leparkolok. Már majdnem alszok. Itt az ágyon.
hentergek, fekszek, álmos vagyok, fáradt vagyok, délután 6 óra volt, vagy éjfélkor kezdtem, csörög a telefon. Na, mi van? Fölveszem, főnök. Hát, bajba vagyunk, Lina. Na, miért? Hát, mert hogy a rakomány tönkre fog menni, hogyha éjszakára így rajtad marad, hogy ilyen hideg. Hogy föl kéne fűteni. Hát mondom, jó, de most mi csináljunk? Na, jó, már kivettem a kártyámat, már pihenőn vagyok, meg hát álmos is voltam nagyon. Szóval azt tudjuk csinálni, nem teljesen legális, hogy küld egy másik sofőrt, és akkor átveszi tőlem a trailert, elviszi le a kikötőbe, raknak rá egy ilyen hordozható generátort, ami aztán rádugnak a konténerre, és akkor visszahozza nekem a... Közben rángatják itt a kamion. És akkor visszahozza nekem a másik sofőr a trailert reggelre, és akkor megint el tudom kezdeni a kifuvarozást. Mondom, ez hihetetlen. Úgyhogy hát azt csináltuk, hogy én lefeküdtem aludni, aztán jött egy másik sofőr, akkor kopogott az ajtón, felébresztett, úgyhogy leakasztottam a trailert neki, elvitte, úgyhogy megint aludtam egy ilyen 4 órát, úgyhogy éjfél körül visszaért, azt hiszem, ja, éjfél volt, visszaért, és megint kopogott az ajtón, megint visszaraktam magamra a trailert, ráálltam, fölvettem, tudjátok, lábát, zsinórok, minden. Közben már dübörgött ezerrel, mert ugye rá volt dugva a generátorra a hűtő, vagy hát a fűtőelem, tulajdonképpen hűtő-fűtő, de most itt fűteni kellett. Még soha nem volt ilyen rakományom, amit fűteni kellett, amúgy nem is tudtam, hogy van ilyen. Nem, hogy gyógyszerek voltak, vagy valami ilyesmi. Szóval, közben meg a plánerek pont írnak, itt látom, jön fel a kis üzenet a képernyőn, hogy kérdezik, hogy meddig tart még ez a rakolás. Ja. Megmutatom nektek. Ilyen helyen vagyok. Ide be kellett állnom orra, hát majd úgy kell kitalatnom. De igazából nem baj. Na, szóval. Ja, akkor reggelre ugye rajtam volt megint a trailer, akkor már föl volt fűtve. Aztán elmentem megint kipakolni. Vissza kellett mennem az első helyre, ahol eredetileg voltam elsőnek lerakni, mert ugye ők rosszul szedtek le raklapokat, tehát nem annyit szedtek le az első körbe, amennyi kellett volna, mennyi az övékén volt. Úgyhogy vissza kellett mennem oda, úgyhogy ott lepakolták, ami az övéké volt, és akkor visszamentem a reptérre megint. Megint ugyanúgy nem voltam bebokolva, akkor kellett szólnom megint a menetirányítóknak, hogy hát bakoljatok már be a interneten, mert én nem tudom megcsinálni, mert őnekik kell megcsinálni. Akkor megint kellett várnom egy, hát most egy fél órát kb. Na mindegy, bementem, és kipakoltak, képzeljétek el. Na de utána, meg, ugye rajtam maradt ez a generátoros konténer, úgyhogy a generátor az Portsmouthban kellett, hogy menjen, úgyhogy le kellett vinnem a generátor Portsmouthba, az volt olyan 1 óra 40 perces út, meg ugye vissza megint, és akkor a konténer meg a Londonnak a keleti oldalán van egy Gateway nevezetű rakpart, konténerudvar, ahova el kellett vinnem az üres konténert vissza. Úgyhogy este 6 óra volt, mire végeztem, és mire leraktam a konténert. Tehát kettő napig tartott kivinnem ezt a gyógyszerszállítmányt. Hát nagyon nem volt egyszerű. Aztán, amikor elmeséltem a történetet a Gabinak, aki csinálja a videóimat, azt mondta, hú, ez jó sztori, úgyhogy ezt rakjuk fel. Úgyhogy azért mondtam el nektek. Remélem, hogy tetszett. Most meg már valami más van rajtam, de nem tudom még igazából, mert fogalmam sincs, a konténerek mind le vannak plombálva. Tudtam a szót. Le vannak plombálva. Mikor bemegyek egy-egy helyre kiszállítani a cuccokat, akkor ők nyitják ki. Tehát nekem fogalmam sincs, hogy mi van benne. De pakolásznak most már... Mennyi ideje?
1 óra 32 perc. 1 óra 32 perc a pakolásznak. Én megcsináltam egy kávét, ettem egy salátát, úgyhogy pihi, 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 aztán megküzdtem még egy másikért. Na, remélem mindenki jó van. Nem tudok mindenkinek válaszolni, hogy boldog új évet, meg ilyesmi, de tudjátok, hogy boldog új évet, meg ilyesmi. Na, sziasztok!